Köszöntöm a kedves nézőket a híradó után. Aki velünk van már a műsorunk kezdete óta, az láthatott többek között egy összeállítást, amely az első nyíregyházi Bringa piknikről készült. Ott ugye a kerékpárosok Tokajba érkeztek, a Fesztiválkatlant célozták meg. Mi pedig most arra buzdítjuk Önöket, hogy ezen a hétvégén is látogassanak el Tokajba, akár kerékpárral is megtehetik, hiszen egy fantasztikus utcazenei fesztivál van készülőben, mondhatom, hiszen ugye ilyenkor már az utolsó simításokat készítik, vagy rendezik a szervezők. Tóth András a vendégünk. Szia András, jó estét! Szia, szép kívánok! Estét kívánok. Hát úgy látszik, hogy Tokajban tényleg nagyon kreatív emberek vannak. Én nemrégiben éppen arról elmélkedtem itt egy sajtótájékoztatón, hogy olyan érdekes a mi viszonyunk nyíregyháziaknak a magával Tokajjal, mert gyakorlatilag egy olyan város, amit mi látunk a városunkból, hogyha derült idő van, hiszen látjuk a Tokaji hegyet, és egy kicsit olyan, mintha egyrészt nagyon közel lenne, másrészt a miénk lenne. Érzitek-e ezt a fajta attitűdöt a nyíregyháziakból, hogy egy kicsit úgy hazamegyünk akár Tokajba is? Természetesen nagyon sok tokai vendégünk, tokai látogatónk van, és nagyon-nagyon jó dolog, hogy a kerékpárút megépült Nyíregyháza és Tokaj között. Ez úgy gondolom egy kicsit még közelebb hozta nem csak a mozgás szerelmeseinek magát a várost, hanem aki egy kicsit kirándulni akar, egy kicsit végig akar jönni az Alföldön és eljutni egy kicsit a hegyhez. Nagyon szeretjük a nyíregyháziakat, Nyíregyházának, a nyíregyházi lakosoknak a víz mellett is hagyománya van, sok víkendház, stb. Úgyhogy nagyon szoros a kapcsolat tényleg Tokaj és Nyíregyháza között, és egyre szorosabb, hál' Istennek. Igen, és ugye ott a hegy, ott van nyilván a Tisza, és hát ott vannak a finom borok, amit ugye, ha már az ember, főleg ha kerékpárral megy, akkor akár meg is kóstolhat, bár ugye a zéró tolerancia azért kicsit vonatkozik itt a kerékpárokra is. Most pedig egy ilyen utcazenei fesztivált szerveztek. Hát akkor a részletekről mesélj nekünk, milyen lesz ez a nap. Igen, egy különleges napot gondoltunk Tokajba, hozzátéve egy kicsit a tokai programokhoz. Egy olyan programot, ami nem egy helyszínen zajlik, hanem gyakorlatilag az egész városban. Tehát a tokai nagy parkolótól egész a főtéren túlig, közel 1 kilométeren, 15 helyszínen, 45 utcazenész óránkénti váltásban fog fellépni, tényleg olyan távolságukba egymástól, hogy vagy látni, vagy hallani lehet a következőt. Ezáltal szeretnénk egész Tokajt élővé varázsolni, a zene hangulatával, a sétával, a mozgással, hozzátéve egy kicsit a borra, hozzátéve egy kicsit a gasztronómiával, hogy megkóstolják a helyi kínálatot. Ezt ténylegesen abszolút a helyi emberekre, a helyi vállalkozásokra szerveztük, hisz egy-egy vendéglátó, borozó ad helyszínt maguknak a fellépőknek, és ott lehet hallgatni, nézni, és természetesen szavazni a zenészekre. Tulajdonképpen ugye ez egy verseny is egyben. Természetesen egy közönségdíjas és egy szakmai zsűri is fogja őket értékelni. A szakmai zsűri az a Kőbányai Zenestúdiónak neves tanáraiból áll össze, és természetesen várjuk a közönség szavazatokat, és este 7 órakor a főtéren pedig eredményhirdetést tartunk. Gyakorlatilag ugye az utcazene azért egy egészen más kategória. Itt nemrégiben beszéltünk a Street Art Fesztiválról ebben a műsorban, hogy azért ebben, hogy is mondjam, tehát nagyobb a kockázat a művész részéről, hiszen hogyha béna vagy esetleg rosszul játszik, akkor ott hagyják, és hát azért jó néhány helyen ugye ez egy megélhetési forrás is, hiszen a zenész azért megy ki, hogy a betevőjét ott elhegedője, vagy elénekelje. Itt most lesz lehetőség tulajdonképpen a közönség részéről akár úgy is kifejezni a tetszést, hogy mondjuk bedobjanak egy kis összeget a kalapba? Természetesen, tehát a szokásoknak megfelelően mi is lehetőséget kínálunk arra, hogy mindenki adomány, támogatást, elismerést gyűjtsön bármilyen formában, akár lehet ez anyag is. Az, hogy ki hogyan játszik és ki hogyan fog ebben részt venni,
Nagyon sokféle zenei vonalból válogattunk, tényleg itt a szóló gitártól a kis együtteseken át, a fúvósokon át, gyakorlatilag szinte minden megtalálható majd. De hogy történt maga a regisztráció, vagy jelentkezni kellett? Gyakorlatilag január folyamán a közösségi oldalakon meghirdettünk egy jelentkezési folyamatot, ahol kértük, hogy egy rövid bemutatkozással, anyaggal küldjék meg, akik jelentkezni szeretnének. Ezt egy kis belső csapat értékelte és bírálta el, és 45 részvevőt gondoltuk úgy, hogy meghív erre a fesztiválra, úgyhogy kellő, tehát ne 10 perceket kapjanak az emberek, hanem így gyakorlatilag 3-szor 1 óra hosszája van mindenkinek a különböző helyszíneken. Ez jó, de akkor így, már csak azért kérdeztem, mert valószínűleg akkor nem lesznek ilyen, ugye különböző tehetségkutató versenyen voltak olyan epizódok, amikor a legtehetségtelenebbeket nézték a nézők, mondjuk az is vicces volt, de hát nyilván egy vágott verzióban, mert úgy élőben nézni, hogy valaki fűrészeli kettő a hegedűjét, az nem biztos, hogy annyira szórakoztató, mondjuk egy szombat délután, tehát garancia volt az, hogy megszűrtétek a jelentkezőket, hogy tényleg mindenki képes arra, hogy ott... Igen, megpróbáltuk mindenképp, hogy tényleg ne szaladjunk bele egy olyanba, hogy ott derüljön ki, hogy nem biztos, soha életében nem találkozott a hangszerre. Na most még mindig érhetnek minket meglepetések, de azért felosztottuk a területeket, segítünk ott is a belindulásokban, a működésekben, hogy ha olyat tapasztalunk, akkor biztos megpróbálunk ilyennel megküzdeni, de nem hiszem, tehát tényleg nagyon jó csapatok jönnek, nagyon jó zenészek, hallottunk már élőben is bemutatót, a vasárnap folyamán találkoztam már én is zenészekkel, ami szenzációs és különleges volt. Mennyi a távolság, ahol ezek a zenészek lesznek? 1,5 kilométer? Gyakorlatilag 1 kilométer. 1 kilométer. Gyakorlatilag 1 kilométer, azért mondom 50-100 méterenként vannak, tehát az, mondjuk, ha valaki elkezd sétálni a leparkolónál, a nagyparkolónál, akkor gyakorlatilag látja, vagy hallja a következő helyszínt, és igazából tényleg élővé lehet Tokajnak azt a részét, azt a belvárosi részét, ahol egyébként kevesebben jönnek be. Egyébként ez izgalmas, mert hogy hallasz valami érdekes kis melódiát, menjünk el arra, meg én amúgy is kedvelem az olyan fesztiválokat, ahol tényleg lehet sétafikálni, akár egy pohár borral elmenni egy másik helyszínre, tehát sokkal nyüzsgősebb, mozgékonyabb, és nagyobb eséllyel találkozunk egy baráttal, úgyhogy nagyon jó ötlet. Tehát ez egy hagyományteremtő rendezvény, hogyha jól értem, és ha sikerül, akkor akár jövőre lesz folytatás? Természetesen több mindent elkezdtünk a tavalyi, illetve az év folyamán, hol kisebbe, hol nagyobba. Úgy gondoltuk, hogy ez a fesztivál, ez tényleg nagyon emberközpontú, emberkapcsolatú, hisz ott szól a zene előttünk, ott működik. Most szeretnénk ezt megalapozni, tanulva a tapasztalatainkból, fejlődve pedig a következő években természetesen megismételni ezeket. És hát mellette, ahogy említettem itt az elején, tényleg egy ilyen kreatív feje van ennek vagy nem is tudom, ennek az egyesületnek, úgyhogy tényleg gondolkodtak abban, hogy mi lehet még az a szegmens, amiben nincs valami, úgyhogy nem csak a nyári időszakban, hanem a későbbi időszakban is megpróbáljátok Tokajt még inkább vonzóvá tenni, nem csak a nyíregyháziaknak, hanem az ország bármely szegletéről invitáljátok oda nézőket. Hát akkor köszönjük szépen, és nagyon szép időt kívánunk ehhez a remek programhoz. Az az egy kritérium, hogy jó időnk legyen. Így legyen, hát bízunk benne, azzal szerettem volna kezdeni a műsort, ugye most egy picit fáztunk, de azért a hétvége már igen kellemes lesz, és műsorokban, programokban is bővelkedünk itt Nyíregyházán, hamarosan erről is beszélgetünk. A gyerekek legnagyobb örömére ugye hamarosan gyereknap lesz, és ezt a gyereknapot tulajdonképpen már most meg is ünnepelhetjük a Korzó születésnapjával együtt, és még rengeteg kísérő programmal. Szia Nóri, hát szia. Ugye mondhatjuk, hogy programkavalkáddal készültetek. Szó szerint. És most tényleg sikerült úgy megcsinálni, hogy egyre nagyobb, tehát egy picit überelni mindig az előző évi szülinapot, úgyhogy hát mi mindenre készüljünk. Nem is tudom, honnan kezdjem. Tehát először talán, hogyha bemegyünk a Korzóba, bizony. Mert mégiscsak a szülinapost illik először ugye meglátogatni, hogy ott benn mi minden lesz ezen a hétvégén. Ugye szombat-vasárnap, tehát két napról igen, beszélünk. Igen, ez hát konkrétan május 25-től 27-ig, tehát már pénteken elkezdődnek a rendezvényeink. Hogyha időrendben haladunk, akkor 25-én már megtekinthető és látogatható a street food
konvoj, amely Nyíregyházára most látogat el először. Ez egy 15, hát hozzánk 15 street food kocsi érkezik, rendkívül különleges büfékocsik gyakorlatilag, ami a kézműves hamburgertől, kézműves sörökön, kézműves kávén keresztül, tehát egy egészen széles körben átfogja a gasztronómiai kínálatot. Ez itt a Korzó... A Korzó téren. Téren lesz. Igen, a Korzó téren. Másnap ugye szülinapi buli, a 10., úgyhogy ahogy tényleg említetted, örülök, hogy így is tűnik, ami a mi szándékunk is, hogy minden évben egy kicsit komolyabb programmal, egy kicsit különlegesebb rendezvénnyel készüljünk, és próbálkoztunk idén is azzal, hogy minden korosztályt le tudjunk fedni, minden korosztálynak tudjunk olyan programot kínálni, ami miatt ellátogatnak hozzánk, egészen a legkisebbektől, hiszen a Logikópének a készségfejlesztő játszóháza, vagy a Playmobil játszóháza, ház, vagy vasárnap a gyereknapon, Újbojtorján, vagy Buratino Bábszínház az Újbojtorján együttes, divatbemutatók, tánciskolai fellépések, szombaton ugye 14 órától Jani Csákvetsz, 17 órától Berecki Zoltán, és 7 órától pedig a KFT. Tehát gyakorlatilag tényleg nagyon színes a paletta. Mm-hmm. Ugye azt gondolom, hogy ideális esetben valóban a családok vásárolnak, a családok nézelődnek, és ezen a születésnapon is ugye elképzelhetetlen, hogy egy kisgyerek egyedül menjen el, bár ugye már ezzel kacérkodnak mondjuk a kamaszok, tehát ott nem biztos, hogy előszeretettel cipelik magukkal az édesanyjukat, de nem is ez a cél, ők nyugodtan külön bulizhatnak, a szülők pedig esetleg külön megtalálhatják saját maguknak a kedvükre valót. Ha még egy picit kanyarodjunk már itt az ételek, ugye, mert jókat illik enni. Ez most azt jelenti, hogy valami nagyon különlegeset akartatok, vagy most már ez egy olyan együttműködés lesz, hogy számíthatunk arra, hogy például ez a street food itt Nyíregyházán többször is tanyát ver majd. Reméljük. Most debütál nálunk. Tavaly vettük fel velük a kapcsolatot, hogy az ő 14 állomásból, most már idén 14 állomásból álló konvojuk kibővüljön ezzel a nyíregyházi programmal is, és hát ez egy nagyon jó alkalom, hogy a mi szülinapunkat össze tudjuk kapcsolni az ő rendezvényükkel, sőt rendezvény sorozatuk, ugye, mert ők hozzák magukkal, amit említettél már, a street árcsót, valamint szombaton 11 órától a roller bike show-t, úgyhogy ha már biciklizünk, akkor rollerezhetünk is egy kicsit, 11 órától szombaton egy rollerbike felvonulásunk lesz. A street food pedig már tényleg úgy gondolom, hogy napjainkban egy annyira közkedvelt gurmé kategória, hogy érdemes, aki még nem kóstolta, őket érdemes, tehát zingburger, bazsalikom, aranykanál, tehát olyan street food egységek jönnek hozzánk, akikkel úgy egyébként nem lehet találkozni, csak különböző fesztiválokon. Igen, vagy esetleg olvasni lehetett róla eddig, vagy aki tényleg mondjuk nem gyakran jár esetleg Budapestre, vagy máshová, annak valóban eddig csak, hogy is mondjam, bágyálom, a nyáltermelése az fokozódott, de most ott be is vetheti. Egy picit még akkor az magáról a street artról is, meg erről a bizonyos rolleres felvonulásról, hogy mire készüljenek, akinek van otthon rollere és szeretne ott lenni a csapatban, esetleg van-e arra lehetőség, hogy ő maga is ennek a kis felvonulásnak a részese legyen? Bizony mindenkit várunk 11 órától szombaton a rollerbike felvonulásra, hát pontosabban a szervezők, de nyilván mi pedig teret adtunk nekik. Ezzel szeretnék ők is népszerűsíteni ezt a kategóriát. Úgy gondolom, hogy napjainkban tényleg egyre többen használják, többen járnak rollerrel. Egy környezetkímélő és úgy gondolom nagyon gazdaságos kategóriájú közlekedés. A street árcsó pedig még mindig lehet jelentkezni rá. A jelentkez@streetarcsó.hu e-mail címen. Egyébként mielőtt elfelejtem, minden részletesen fent van a honlapunkon, a korzó.hu-n, úgyhogy a részletes programokat ott megtekinthetik az érdeklődők. A street árcsón pedig, hát mondok néhány példát, mert már a szervezők átdobtak nekem,
olyan nyíregyházi jelöltekkel találkozhatnak, mint a Nyíregy Flow, ők egy saját állványon, egy látványos gyakorlatot, saját testsúlyos gyakorlatot mutatnak be, vagy a Pap József, egy különleges fütyművész, az ő technikája az, hogy nyitott szája a fütyül. Komolyan, tehát, és Nyíregyházi? És Nyíregyházi. Be kell hívnunk akkor nagyon-nagyon komoly. Nem is értem, hogy nem ismerjük még. Bizony. Naninszky egy zsonglőr, táncos, bohóc elemeket vegyítő, utcaművész előadó, vagy freestyle focista a Keresztesi Róbert. Rájuk pedig a helyszínen szavazólappal lehet szavazni, és ami nagyon fontos, hogy 100.000 forint értékű, vagy 100.000 forint a fődíj, amelyre a szavazatok alapján, amely szavazatok alapján adunk át, vagy adnak át a szervezők. Úgyhogy mindenképpen még mindig lehet jelentkezni, és mindenkit buzdítunk arra, hogy jöjjenek el és szavazzanak. És azért ne feledkezzünk el arról, amiről ugye nem csak a szülinap szól, hanem minden nap arról, hogy várják ott a különböző üzletekben a vásárlókat. Nyilván vannak már törzsvásárlók, és vannak olyan helyek, amik belopták az emberek szívébe magukat. Bízunk benne, hogy valamennyi üzlet így lesz. Ilyenkor ők is egy picit ünnepelnek, vagy más a kínálat, mint a hét többi napján, vagy az év többi napján? Hát aki tud, mindenképpen kedvezményekkel, akciókkal vagy meglepetésekkel készül ilyenkor. A divatbemutatókon pedig bemutatják ugye a kínálatukat, és hát amit nem szabad elfelejtenünk, hogy rengeteg kvízjátékunk van ilyenkor a fellépők között, az üzleteink meglepetéseit szoktuk ilyenkor nyereményként átadni, úgyhogy érdemes velünk játszani, eljönni, és mindenféle szuper dolgot nyerni. Kihasználni egy kicsit a lehetőséget. Éppen most az egyik barátnőm, kolléganőm panaszkodott, hogy hát soha nincs ideje elmenni, mert nem tud magára szakítani egy kis időt, hogy tényleg egy kicsit nézelődjön, vagy vásároljon. Hát most nyakon lehet csípni a gyereket, elvinni, rollerozni, vagy bármit, és akkor közben esetleg elmenni, és végre szétnézni az áruházak, vagy az üzletek polcain is. Nos, hát akkor szívből gratulálunk a 10. születésnaphoz. Én azért tudom mindig, hogy hány évesek vagytok, mert a legkisebb fiam pont akkor tényleg született, amikor nyitott a Korzó, úgyhogy majd kíváncsian várom, milyen várunk lesz a nagykorúak bulija a 18., de természetesen a mostanit is, és nagyon reméljük, hogy nagyon sokan ott töltik majd a gyereknapot a nyíregyháziak, illetve a megyeiek közül is. Köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Mi pedig hamarosan folytatjuk a beszélgetést, most a Józsa András Múzeumba invitáljuk a kedves nézőket. Tohanics László és Jakab Attila a vendégeink, és mi már itt azon mosolygunk, hogy milyen jó színünk van. Hát egy régésznek, ugye, vagy egy múzeumban dolgozónak illik jó színnel rendelkezni, főleg, hogyha régészeti ásatáson vesz részt. Nos, kedves nézők, akár önök is részt vehetnek egy ilyen nagy kalandba, erről is beszélgetünk többek között. Hát jó estét, sziasztok! Program kavalkád, és ugye itt is mindenféle különlegesség már megszoktuk, és ugye a jót könnyű megszokni, hogy a múzeum ma már nem csak arról szól, hogy az ember mondjuk vagy nagyon fázik és besétál egy múzeumba, vagy nagyon melege van és besétál egy múzeumba, hanem az állandó és időszaki kiállítások mellett sok különleges dolog várja ott a látogatókat. Hát azért még mielőtt a mostani dologról beszélgetnénk, illetve a jelen kínálatról egy picit kanyarodjunk vissza, hiszen azt hiszem, hogy az egyik legkülönlegesebb kiállításon nagyon sokan voltak, ugye szóhelyzók kincsekre gondolok. Hogyan értékelitek, milyen volt ez a látogatottság szempontjából? A látogatottság az nagyon jó volt, 21.700 regisztrált fizetett látogatónk volt, ezen kívül ugye voltak meghívott vendégek is, tehát én azt mondom, hogy 22.000 főt elérte a látogatók létszáma. Nagyon jó dolog volt a regisztráció, hogy ezt kitaláltuk, illetve pontosabban ezt felvállaltuk, mert így 50-51 fővel folyamatosan tudtuk minden zökkenő nélkül a látogatókat bebocsájtani a kiállításra. Az élmény mindenki számára fantasztikus volt, mert aki megtekintette a kiállítást, csak nagy, hogy mondjam, elismeréssel tudott szólni róla, és nagyon elégedett volt, és örültek az, hogy Nyíregyházán egy ilyen kiállítás valósult meg, ami tulajdonképpen az országban, 6 városban történt meg.
Kicsit talán, most nem mondom azt, hogy marketingfogás, de azért sem rossz a regisztráció, mert valahol súlya van. Az ember érzi, hogy ha nem jelzi a szándékát, akkor nem biztos, hogy lesz rá lehetősége. Tehát lehet, hogy az, ami ott van, és bármikor elérhető, az kevésbé értékes. Ez igen, ez így van, de hozzátéve arra is próbáltunk ügyelni, mert ebben a szeúzó kiállításban, ami hát 3 hétig tartott, a teljes múzeum stáb dolgozott, tehát a Kállai Gyűjtemény, a Juzsandás Múzeum és a Múzeumfalu összes dolgozója. Próbáltunk arra is ügyelni, hogy a regisztráció mellett, aki betéved, vagy éppen Nyíregyházára látogat, vagy éppen itt nyaral, akkor azok is lehetőséget kapjanak. Én azt mondom, hogy nagyon jó szervezés volt, erre mondhatom azt, hogy büszkék vagyunk, mert minden zökenő nélkül ment le, zökenőmentesen ment le a kiállítás, de hozzátéve az is külön élmény, hogy ennyi ember látogatott el, és nem csak Nyíregyházáról, hanem más megyéből is, határon túlról, sőt sok külföldi vendégünk is volt. Május 25-e különös ünnep a régészek számára, hiszen ugye a régészet napját ünnepeljük. Ezt már megszoktuk, hogy szinte mindennek van ünnepe, de talán olyan szakmák, olyan dolgok is egy kicsit középpontba kerülnek, amik ugye esetleg az év többi napján nem. Bár én azt hiszem, hogy a régészet nem ez, hiszen minden kisebb gyerek az ugye ezt egy nagyon különleges, misztikus dolognak tartja, és talán az emberek nagy része is kíváncsi arra, hogy mi minden kerül ki a föld mélyéből. Hát nem tudom, hogy ugye ezekhez a kincsekhez hasonló kincseket nagyon kivételes régészeknek van lehetősége először megpillantani, de így a Juzsandrás Múzeum régészeti osztály vezetőjeként mik voltak a legkülönlegesebb pillanatok esetleg a szakmai életedben, Attila? Hát én azt mondanám, hogy visszatérve, hogy mindenki régész akar lenni, ez valóban minden második ember, akivel ásatáson találkozom, azt mondja, hogy régész akart lenni, aztán szerencsére a többség kinővi ezt, úgyhogy csak maradtunk egy páran, akik valóban azok lettek. De ami a különleges leleteket illeti, talán éppen itt a Régészet Napja plakátján látható egy feltárás, az a csíkos inkben lévő fiatalember, az éppen én lennék, de nem is én vagyok a lényeg, hanem az a sír, amit éppen bontogatok. Majdnem inkognitóban, mert ugye az arcod az nem igen, látszik. Mert hogy nem is én voltam itt ebbe a lényeg, hanem ez egy tarpai feltáráson volt még 2012-ben, és pont az egyik leggazdagabb honfogláskor is írt, ártuk fel ott a temető területén is. Hát talán az az egyik, ami a szívemhez legközelebb áll. Nos, hát mi minden fog történni itt ezen a bizonyos május 25-én, mert úgy látom, hogy itt busszal, kerékpárral, egyénileg és mindenféle formában meg lehet közelíteni majd ugye azt a helyszínt, ahol esetleg bepillantást nyerhetnek a régészek munkájába. Igen, ez tavalyi program is hasonlóképpen épült fel, és ugye most pont az a szerencse, hogy olyan helyszín áll rendelkezésre, ami viszonylag közel áll Nyíregyházához, de mégis egyszerű megközelíteni, és nem kerül nagy erőfeszítésbe, nem kerül sok időbe. Ugye most a Nyíregyháza nyugati elkerülő újabb szakasza kerül feltárás alá, régészeti szempontból, ahol majd utána nyilván a kivitelezők is tovább dolgoznak, és ott kerültek elő olyan lelőhelyek, melyek közül az egyiket választottuk ki, amely jó megközelíthetőséggel bír, és ott lesznek azok a programok, ahova egyénileg biciklivel, vagy éppen regisztráció után busszal meg lehet tekinteni. Ezt csak látni lehet? Vagy mindent a szemnek, semmit a kéznek, vagy esetleg egy lapátot is ragadhatnak azok, akik tényleg fejest akarnak ugrani idézőjelbe a régészek munkájába? Lesz rá lehetőség, hogy kipróbálhassák. Hát nyilván elsősorban a fiatalabb korosztály, aki nagyobb lelkesedéssel ugrik be a gödörbe, de bárki, aki úgy gondolja, hogy ezt ki szeretné próbálni élőben, hogy hogy működik és mi az, ami nem Indiana Jones, hanem a valóság, azt így ezen a bemutatón meg tudja majd tenni. Nos, itt különböző turnusokban lehet indulni, 9, 11 és 12 óra, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ugye ezek mondjuk egy 2 óra alatt minden csinyát, binyát és fogását meg tudják ennek a történetnek nézni, vagy akár ott maradhatnak egész nap, de aki nem olyan szeretne korán felkelni, akár délben is bekapcsolódhat. Igen, hát így természetesen gondoltunk olyan munkahelyekre vagy iskolákra, ahol kicsit
Tehát jobban tudnak alkalmazkodni ezekhez az időpontokhoz, és bármikor be tudnak kapcsolni, de természetesen, ha valaki úgy gondolja, hogy ő kint szeretne tölteni az egész napot, nyilván arra is lesz lehetőség. Tehát, hogy itt csak kiemelnék, hogy milyen programok lesznek ott, ugyebár, tehát itt eddig csak a megközelítésről beszéltünk, de szóval egy ásatás látogatása nyilván szakmai vezetéssel összekapcsolva, vagy a restaurátoraink is kint lesznek, és ők árulnak el kulisszatitkokat a restaurálás művészetével kapcsolatban, vagy éppen a honfoglaláskori viseletbe öltözött hát segítőink, akik elmagyarázzák az egyes tárgyaknak, fegyvereknek, stb. A jelentőségét, tehát nyilván ki lehet próbálni ezeket a ijászkodást és egyéb hasonló honfoglaláskorához köthető tárgyakat, eszközöket, illetőleg hát aki érez magában rajztehetséget, az éppen megpróbálhat tájrajzolással is, hogy milyen érzés, hogy milyen ügyesség kell egy régészeti korú tájnak a lerajzolásához. Az a hülyeség jutott eszembe, hogy nem kell megijedni, nem a feltámadás pillanataira érkeznek oda, tehát nem a sírokból bukkannak elő ezek a viseletbe öltözöttek, hanem beavatott emberek. Hát látszik, hogy annyira érdekes és színes dolgokat terveztek és álmodtok meg, hogy gyakorlatilag a műsoridőnk kevés, tehát ez önmagában ez a téma ugye már kimerítene talán egy fél víkendet, de azért egy néhány gondolat még arról, hogy mi mindenre készültök még itt nyár előtt. Most elsősorban a 25-e, ugye a régészet napja előtt, a 22-én lesz egy sajtótájékoztatóval egybekötött, úgymond bemutatunk, ugyanis a múzeum előtti egyik oroszlán lába sokáig sérült volt, ennek ugye megvolt a története. Ez az idő elmúlt, és most ez az oroszlán kiavításra került, illetve a lábazat, a lába kiavításra került. Ebbe a Nyíregyházi Lions Club közreműködött, mivel együttműködési megállapodás van az intézmény, két intézmény között. Ennek lesz a két oroszlánnak, illetve a vásáros naményból bekerül még az a másik két oroszlán, ami korábban szintén itt a múzeum előtt található volt. Tehát ez a négy oroszlán most együtt lehet majd megtekinteni egy pár napig, de ami a lényeg, a múzeumok éjszakája június 23-án. Ez azért érdekes, mert ennek a programnak, mondjam azt, hogy a Szeúzóként kiállítással feltettük a mércét, és hogy ez ne kerüljön lejjebb, egy Munkács 50 kiállítással rukkol ki a múzeum a múzeumok éjszakáján. Ez Pák Imre magángyűjtőnek a gyűjteményéből kerül ki, 50 festményről van szó. Két részletbe fog érkezni, 30 darab először, 30 festmény, és majd 20 darab pedig Szentpéterváról érkezik a ottani kiállításról. Tehát ez a fő attrakciója a múzeumok éjszakájának, de mellette lesznek egyéb programok, Lajkó Félix duó, a Hálekén Báb Színház, a Talamba ütőegyüttes, de Duma Színház részéről is a Belus Tamás érkezik, de mellette gyerekeknek Báb Színház is lesz, és mondjam azt, hogy élőszobrok, és a Kálé gyűjtemény is oda teszi magát, mert most a Kálé gyűjtemény újra kapcsolódott a múzeumok éjszakájához, ott pedig iparművész kiállításától kezdve solymászat, szirtisas bemutató. Tehát mondjam azt, hogy nagyon színes program lesz. Várjuk szeretettel a látogatókat. Hát szuper, tényleg gratulálok, és én azt javaslom, hogy addig is, ameddig ezeket az időpontokat nem közelítjük meg a naptárban, akkor nyugodtan keressék a múzeumot, a kiállításokat, akár titeket személyesen, és vészség be jól a naptárba ezeket a jeles ünnepeket. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, köszönjük, és nagyon szépen szép hétvégét kívánunk. A kedves nézőknek is, hiszen ennyi volt már a víkend, reméljük, hogy sikerült kiválasztani a legjobb programokat a következő napokra. A jövő héten pedig mi itt a stúdióban egy fergeteges gyereknapi műsorral vagy adással jövünk, ahol többek között a Vidám Manuk zenekart is vendégül látjuk. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra.